A szarvasi színházi élet meghatározó eleme a Cervinus Teátrum. A társulat színészei minden évben újabb és újabb darabokkal állnak színpadra. A színházbarát közönséget 2011-ben is várják a nézőtérre. A színház jelentős változásokon ment keresztül az évek során. Most már, hogy túl vagyunk az első 6 éven, ami a szlovák tagozatnak a működését jelenti, nyilván, hogy át kellett értékelni az eddigi munkánkat, és megpróbáltunk egy olyan nyitás felé lépni, hogy minél több előadást hozzunk létre, minél több előadást próbáljunk megtartani itt Szarvasvárosában, és megpróbáltuk feltérképezni és lehetőség szerint kapcsolatba kerülni olyan határon túli színházakkal és régiókkal, ahova az előadásainkat eljutatjuk. A mögöttünk álló évben a társulat több darabot játszott a térségi közönségnek, itt volt az Arcus Fest is, úgyhogy a művészeti igazgató elégedett a 2010-es év eredményeivel. Nagyon-nagyon sikeres volt, nagyon sok munkával járt, de remélem, hogy ez a siker igazából majd ebben az évben fog tudni kamatozni. Fesztivált tartottunk, lehoztuk az Arcus Festet, a Nemzetiségi Színházi Fesztivált, mellette kaptunk egy olyan igazán ígérvényes nagy lehetőséget, amit a Duna TV-vel közösen és a Színházi Szövetséggel együtt tartottunk Pesten a Millenárison, ahol a nemzetiségi színházak együtt jelentek meg, de a mi szervezésünkben történt egy nagy gálaműsor, és úgy néz ki, hogy ezt minden évben mi fogjuk tartani. A tavalyi évben komoly kapcsolatépítési munkát végzett a színház, melynek gyümölcseit 2011-ben várják. Az új évben friss darabokkal állnak majd a közönség elé. Mint szlovák nemzetiségi színház, természetesen új bemutatóink is lesznek. Rögtön február 4-én egy, úgy is mondanám, kortárs szlovák drámaszerzőnek, Laholának a Napfoltok című darabját adjuk elő. Kerül bemutatásra, most már a szarvasok pontosan tudják, hogy magyar, illetve szlovák nyelven. Majd ezt követi március elején egy pozsonyi főiskolával egy közös produkció. Ez egy nagyon érdekes kamara előadás lesz, lengyel szerzőnek a műve, az a cím, hogy Homokozó. Nagy időugrásokkal két fiatal, ahogy eljátsza a gyerek és a felnőtt létezésen keresztül azokat a társadalmi ellentmondásokat, amiben általában hétköznapokban bele tudunk kerülni. Nagyon izgalmas, nagyon jó. És ezt fogja követni áprilisban egy Bohócok nevű előadás, ami nagyon grotesz, nagyon humoros. Úgy is mondhatnám, hogy már a meglévő éves hagyományainkat követi. Mindhárom előadást magyar és szlovák nyelven is láthatja a közönség. A gyerekeknek pedig külön örömhírrel szolgált a művészeti igazgató, februárban ugyanis jön a Harisnyás Pippi szlovákul.